A Dream Jobs állásközvetítő portál megbízásába készített reprezentatív kutatásból kiderült, hogy a magyarok többsége itthon szeretne dolgozni, de 10-ből 7-en nem teljesen elégedettek aktuális munkahelyükkel. Gondoltam, utána járok a témának, egyáltalán Magyarországon létezik-e olyan munkahely, amelyet nagyon szeretnek, és mi a helyzet azzal a bizonyos tömeges elvándorlással, fiatalokkal beszélgetek, akkor 10-ből legalább 6-an, hanem 7-en mondják azt, hogy szeretnének Magyarországról elmenni és külföldön munkát vállalni, mert itt nem találják meg a megélhetésükhöz biztonságos anyagi forrásokat, vagy pedig az egzisztenciájukat. Ezt a témát feszegetjük Németh Annával, aki a Szerethető Munkahely díj társalapítója. Tisztelettel köszöntöm. Van Magyarországon ma jó munkahely? Kedves András, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én is üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is. Van Magyarországon szerethető munkahely. Mi ezt látjuk, mivel a Dream Jobs állásportál hívta életre igazából a szerethető munkahely díjat, és a munkaerőpiacon dolgozva láttuk azt, hogy rengeteg nagyon szerethető munkahely van, akik törődnek azzal, hogy milyen az ott dolgozóknak az élet, hogy munkamagánélet egyensúly legyen, hogy előre tudjanak lépni, hogy tisztességes fizetést kapjanak. És arra gondoltunk, hogy ezt itt az ideje megjeleníteni egy nagyobb közönség előtt is. És azt is láttuk, saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy nagyon sokan nem ismerik ezeket a cégeket, és nagyon sokan el vannak keseredve azzal kapcsolatban, hogy nincsenek itt olyan jó munkahelyek. Nézzük akkor a részleteket. Ha jól tudom, Borsodabau és Zemplén megyei vállalatok jelentkezését is várják a közönség által legszerethetőbbnek ítélt munkahelyeken, pedig értékes nyereményeket is kaphatnak. De most maradjunk egyelőre azoknál a vállalatoknál, amelyek jelentkezhetnek erre a reprezentatív felmérésre. Hogyan zajlik ez a jelentkezés? Mi biztosak vagyunk benne, hogy vannak Miskolcon is, és Borsodabau és Zemplén megyében mindenhol nagyon szerethető munkahelyek, akik törődnek az alkalmazottaikkal, a kollégáikkal, és az ő jelentkezésüket nagyon várjuk. A jelentkezés az úgy történik, hogy a szerethetőmunkahelyek.hu oldalon ki kell tölteni egy általunk létrehozott kérdőívet, ahol rákérdezünk mindenféle olyan dologra, amiről tudjuk, hogy nagyon sokat számít a dolgozóknak, hogy milyenek rá a válaszok, például, hogy miket csinálnak együtt, hogyan gondoskodik a cég arról, hogy egy-egy témának a szakértőjévé válhassanak az embereik, hogyan gondoskodnak arról esetleg, hogy a dolgozók bele tudjanak szólni a cég működésébe bármilyen formában. Ezen kívül még kitölthetik a vállalható vállalkozások kérdőívét is, ami egy-egy vállalatnak a tisztaságával foglalkozik, hogy mennyire korrektül tudják azt vezetni, illetve a CX-ray szervezetfejlesztéssel foglalkozó cégnek az elégedettség felmérését is kitöltheti minden alkalmazott, és ez a cégnek is egy nagyon jó visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy mennyire is elégedettek a dolgozók, hiszen ez egy anonim kitölthető kérdői. Vannak már jelentkezőink egyébként, akik kitöltötték, és mi úgy látjuk, hogy nagyon nagy erre az érdeklődés, nagyon sok látogatót kapunk az oldalra, akik örömmel végignézik, hogy milyen cég hogyan is dolgozik, és hogy gondoskodnak arról, hogy jól érezzék magukat az emberek a munkában. Azt mondja meg nekem Anna, hogy hogyan jut valakinek eszébe, hogy egy szerethető munkahely díjat alapítson. Mi alapvetően állásportál vagyunk, és nagyon sok szerethető munkahelyel találkoztunk az ilyen működésünk során. Viszont láttuk azt a munkaerőpiacon dolgozva, hogy önmagában a kivándorlás egy nagy probléma a szerethető munkahelyeknek, illetve az is egy nagy probléma, hogy nagyon sokan nem hallanak róluk. Ugye a múltunknak egy picit könnyebb dolguk van talán, nekik nagyobb az elérésük, jobb a marketingjük, többen tudnak róluk hallani. Viszont szeretjük volna, hogyha ezeknek a kis és középvállalkozásoknak is, amik nagyon törődnek az embereikkel, nekik is van egy platformjuk, ahol meg tudják magukat mutatni. Alapvetően ebből az ötletből jött létre a szerethető munkahelydíj. Cégen belül is nekünk óriási öröm látni, amikor feljön egy-egy cég, és gyermeki izgalommal várjuk mindig, és nézzük végig a profilokat, hogy például hogyan, miket szoktak együtt csinálni, vagy éppen milyen színésztel asszociálják önmagukat. Van ugyanis egy ilyen kérdésünk, ahol rákérdezünk, hogy ha a cégük egy híres ember lenne, akkor ki lenne. Nemrégen a miniszterelnök úr azt nyilatkozta, hogy Magyarországon vannak munkahelyek, aki akar dolgozni, annak tudnak munkát adni. Egy valamit viszont én tapasztalok, vannak munkahelyek ugyan, de ha körülnézünk a piacon, akkor nem feltétlenül találnak olyan munkát, akik szeretnének dolgozni a saját végzettségüknek megfelelően. A legnagyobb probléma az, hogy a jó szakemberek, a jó szakmunkások, azok egyszerűen fogják magukat és elmennek külföldre. Óriási hiány van.
kérdésünkben, ebben a reprezentatív kutatásban, amit csináltunk, rákérdeztünk arra, hogy milyen okok állnak a kivándorlás mögött, és azt tapasztaltuk, hogy a kézben munkaerő elvándorlása az egy nagyon komplex kérdés, ami több összetevőből áll. Sokan a fizetés reményében mennek, nagyon sokan a kalandvágy miatt mennek el és próbálnak szerencsét máshol, de azt is tapasztaljuk, hogy sokan egy jobb munkaközösség, jobb vezetőség reményében mennek el. Ezek viszont ugye olyan dolgok, amik a cégeknek saját hatáskörükben áll ezeken változtatni. És a szerethető munkahely igazából azt akarja megmutatni, hogy az, hogy egy kis közösségben milyen az élet, az nagyon nagy részt a cégeken múlik. A jobb munkahelyeken azért nincs munkaerővándorlás, mert mindenki szeretne ott maradni. Mondhatom úgy is, hogy a szerethető munkahelyek előbb-utóbb el fognak fogyni, be fognak telni, ha már nem így van, és ahogy szoktuk mondani, kihalásos alapon lehet majd oda bekerülni. Úgy látjuk, hogy egyre több szerethető munkahely van, éppen ellenkezőleg. Egyre több olyan cég alapú és olyan vezetőség van, ahol körülnek azzal, hogy a dolgozók jól érezzék magukat, és fejlődni tudjanak, és jó helyük legyen. Mi a legnagyobb gond Magyarországon, ha valaki kikerül az iskolából, és szeretne valamilyen munkát vállalni? Nagyon sok tényezős kör igazából, hogy amikor valaki kikerül az iskolából, és szeretne munkát vállalni, amit mi ezzel a versennyel és ezzel a díjjal szeretnénk elérni, az az, hogy több opciót is láthassanak az iskolából kikerülők. Ne csak a multikról tudjanak, ne csak a nagy cégekről, hanem kisebb cégekről is legyen tudomásuk, illetve lássák azt, hogy akik a szerethető munkahelyi díjra jelentkeznek, azok mind példamutató cégek. Dolgoznak azon, és sokat gondolkoznak azon, hogy hogy lehetne jobb az alkalmazottaiknak. Kicsit ezt a tudatosítást szeretnénk elérni, hogy maguk az alkalmazottak is, akár az iskolából kikerülők, akár már a munkaerőpiacon résztvevők, tudják azt, hogy igenis vannak ilyen cégek, és meg tudják nézni azt, hogy máshol esetleg hogy megy, és hogy milyen elvárásokkal tudjanak neki menni az álláskeresésnek. Kikerülnek a fiatalok az iskolából, mindenki nagyon sok pénzt akar keresni, ezzel nem is lenne probléma. Egyre inkább elfogynak azok az emberek, akik gyakorlattal rendelkeznek, komolyabb, nagymúltú gyakorlattal rendelkeznek bizonyos hivatásokban, és mivel a munkahelyek olyan embereket szeretnének találni, akiknek gyakorlatuk van, nem is veszik őket föl. Ezért mit csinál a fiatal? Fogja magát és elmegy külföldre. Azoknak a 18 és 59 év közötti munkaképes korú embereknek igazából 1%-a az, aki csak külföldi munkahelyre lenne nyitott. Tehát a többiek igazából nyitottak a magyarországi munkavállalásra is. Viccesen hangzik azért ez az 1%, megmondom, hogy miért. Ha tőlem megkérdezik, hogy hol szeretnék dolgozni, nyilvánvalóan egy másodperc alatt átvillan az agyamon, hogy praktikus, minden egyéb szempontot figyelembe véve, család, stb. Természetesen azt fogom válaszolni, hogy itthon akarok maradni. Ha viszont azt kérdezik meg tőlem, hogy hogyan fogok tudni szerintem több pénzt keresni Magyarországon vagy külföldön, akkor azonnal külföldöt fogom mondani. Ez az 1% már nem 1% lesz. Igazából erre a kérdésre kerestük ezzel a felméréssel a választ, és mi ezt a választ kaptunk, hogy 1% az, aki csak külföld felé nézeget, de vannak olyanok is, akik magyarországi és külföldi munkahelyre is nyitottak természetesen. Jó. Nyilván minden helyen másként van, de mi azt látjuk, hogy pontosan a munkaerő hiány hatására egyre több cég itthon is azt a gyakorlatot követi, hogy olyan embereket próbál felvenni, akikkel szívesen együtt dolgoznak. Nem minden cégre igaz, de egyre többen látják azt, hogy inkább bevállalják azt, hogy ők tanítják be, ők képzik ki az embereiket, vagy ha úgy látják, hogy olyan munkaerő lesz belőlük, lehet belőlük, akikkel ők szeretnének együtt dolgozni. Tehát a munkaerő hiány az a cégekre is hatással van ilyen formában is. Hogyan is zajlik a folyamat? Bejelentkeznek a cégek, azt mondják, hogy kérem szépen XY cégtől vagyok, kéne nekem 3 mérnök, 4 szakmunkás, 2 köműves. Hogyha egy cégnek szüksége van emberre, akkor feljön hozzánk, és létrehoz egy céges profilt, amiben minél inkább igyekszik megjelenteni magát. Az, hogy milyen ember érezné jól magánál, hogy milyen misszióra alapul a cégük. Mert hogyha ezzel készen vannak, akkor rakják fel az álláshirdetéseiket, hogy milyen embert is keresnek, milyen tapasztalattal esetleg, ki érezné náluk jól magukat. A Dreamjobsnál fontos az, hogy mi nagyon erősen ezekre az úgynevezett kulturális összekapcsolásokra vagyunk kíváncsiak. Ki is az, aki jól érezni magát egy bizonyos helyen. Mindenkinek más hely az állammunkahelye,
És mi a célokat így arra próbáljuk válogatni, hogy mutassák be, hogy náluk kiérezné magát igazán jól, kinek is lennének ők az állammunkahelye. És hogyha ez megtörténik, ők felrasztják a hirdetéseket, akkor mi ezt a közösségi médián keresztül lehető legtargetáltabban, legcélzottabban reklámozik azoknak az embereknek, amiknek ez a hirdetés érdekes lehet. A szerethető munkahely díjat 2017-ben alapították? Így van, 2017-ben alapítottuk, szeptember 7-től lehet már jelentkezni október 22-ig. Minden 250 fő alatti magyarországi telephelyen rendelkező céget szívesen látunk. Kedves Anna, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt a Dream Jobs munkatársát, Németh Annát, a Szerethető Munkahely díj társalapítóját hallották, akit igyekeztem arról faggatni, hogy vannak-e Magyarországon szerethető munkahelyek, vagy lesznek-e, és hogy milyen a munkaerőpiac.